akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez a Millás reggeli utolsó órája itt a 90.9 Jazzy, ilyet nem mondok, a mai utolsó óra ez. Hú, a minden. Kérem szépen a stúdióban Mihálovics András. És Gede Balázs, 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez ír ilyet a hallgató, hogy A, először 8-34-kor beszélhetnétek az Indexről. Aztán B, 9-4-kor politikai okokból nem beszéltek az Indexről. No akkor, drága hallgatók, igen, értesültünk, nehéz nem észrevenni, hogy kim van az Index címlapján. Az, hogy az Index szerkesztősége veszélyben van. De sőt, a barométerük is elmozdult, ugye? A veszélyben. A veszélyben. Igen, a zöldről sárgára. Igen. De mi, igen, politikai okokból nem beszélünk az Indexről, szakma politikai okokból, ugyanis egészen pontos benfentes információkkal rendelkezünk a szerkesztőségben zajló folyamatokról, amelyek minimum ellentmondásosak. Vannak azok a részek, amit leírt ez a bizonyos közlemény, és vannak azok a részek, amiről mi tudunk, és azoktól, akik abban benne voltak, és azok az események meg azt mondják, hogy lehet, hogy apró félreértés van, tehát most itt van egy ilyen egymásra feszülés, és nem pontosak az információk, a sajtó híreket cáfolják, meg van, aki megerősíti, tehát még nem látunk tisztán, de amint tisztán fogunk látni, fogunk beszélni az Indexről. Köszönjük szépen a figyelmet. És akkor most... sport. Jó. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. A vonal túlsó végén nem más, mint Paher Tibor, a Pulispace alapítója, igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! No, hát egy érdekes történetet szembesítenénk itt Tiborral, mert hogy kérem szépen, január 1-én megjelent egy hír a magyar sajtóban, hogy több Mars misszió is indul a tervek szerint 2020-ban, köztük az Európai űrügynökség és a Roszkozmosz közös expedíció, de beszáll a NASA is a buliba. Idén jöhet az első emberes SpaceX repülés, és Kína még egyszer neki fut a Holdra, és meglátogatjuk a napot is. Hát ebből a SpaceX volt eddig meg, és már június van. Júliusban történni fog jó néhány dolog a Marssal kapcsolatban, ugyanis július 14-én indul egy, nyílik egy indítási ablak, ami két évente van, ami azt jelenti, hogy akkor viszonylag olcsón, idézőjelbe téve, energiatakarékosan tudnak eljutni szondáink a Marsra. Úgyhogy erre nagy készülődés is volt, és négy tervezett indítás volt, ebből egy biztos, hogy nem fog megvalósulni. Ez pontosan az ESA Roszkozmosz együttműködésben készülő ExoMars, itt részben a vírus miatt, vírushelyzet miatt késtek a tesztelésekkel, de volt más problémájuk is az ejtőanyag tesztek révén, ezért úgy döntöttek, hogy ők inkább két évvel elhalasztják, tehát 2022-ben fog indulni ez a szonda. De a másik három induló Mars expedíció az egyre közelebb kerül a starthoz, és az talán nem meglepő, hogy az Egyesült Államok újabb nagy rovert indít a Mars felé, ezt kitartásnak, perseverance-nak nevezték el, és a most is működő Curiosity mintájára fog dolgozni. És tehát ez is egy ilyen négykerekű készség, ami ide-oda gurul, közvet mintákat, adatokat küld, stb. Így van, ez egy elég nagy, hogy egy autónyi cucc, és ezzel a szép leszállási módszerrel fogják, ugye már az működött egyszer a Curiosity esetében, leengedni a Mars felszínére. De ami talán egy izgalmasabb is, ezt ha úgy tetjük, tudjuk az, amik ezt már csinálják, tehát most nyilván egy javított változata lesz, de azon az alapon, ha úgy tetszik, ugyanazon a platform alapján készült el a Perseverance. Hát csinálnak egy marsjáró frissítést akkor. Ja, hát körülbelül így van, és remélhetőleg ez is legalább olyan sikeres lesz, mint a Curiosity. De ami érdekesebb talán, bár ez inkább közepesen meglepő, hogy a másik szonda, amelyik indulásra kész, és szintén egy marsjárót is visz magával, ez a kínai Tianwen-1,
ez, ha jól láttam a neten, ez kb. Annyit tesz, mint kérdések az éghez, ez a Tianwen, és ők egy keringőegységet és egy rovert is fognak indítani, egy kb. 240 kg-os rovert, ami hát nem egészen a duplája a Holdon működő járdanyulaknak, illetve az egyiknek, a kettesnek, ami még dolgozik is. Tehát Kína is beszállt a Mars felderítésre. Na ez mindenképpen érdekes, és akkor a két rover fogott versenyengeni egymással? Hát ott legalább kettő, mert a Curiosity is működik továbbra is. Ja, még ott működik. Tehát, ott mondjuk dugókra még nem számítunk, de nem lennék szegény Mars lakók helyében, mert eddig egy ilyen rover elé kellett tartani ugyanazt az állóképet, most már két rover igen, előtt. Most akkor szaladgálhatnak egy rára. Igen. No, ezek azért de van jó... még valami, ha szabad igen, mondanom persze, a Marssal kapcsolatban. Van egy negyedik indítás is, ez talán inkább meg fogja lepni a hallgatókat. Ezt az Egyesült Arab Emirátusok indítja. Oh. Mégpedig a Remény Al-Amal levű szondával indulnak. Ez egy keringőegység lesz, egy amerikai együttműködésben készült, és ez az emirátusoknak a nagyon nagy elhatározottságát is bizonyítja, hogy ők valóban komolyan veszik ezt az ő tevékenységet. Ugye nemrég repült az első űrhajósuk, van egy Mars 2017-es nagyon hosszú távú tervük egy marsi település résztvevőjére, és itt ezt el is kezdik szépen egy keringőegységgel. Tehát a Mars nem került le a napirendről, Covid ide vagy oda, mindenféle bonyodalmak ide vagy oda, az nem számít, a Mars továbbra is fontos szerepet tölt be a nemzetközi űrkutatásban. Így van, így van, és mondom, tehát ez a különleges együttállása a két bolygónak, hogy most van az az indítási ablak, vagy most nyílik nem sokára, amikor ezt meg lehet tenni, és azért, hogy négyen futottak neki, és egy kés lehetett, hogy késik a rajtal, az azért mindig az egy is még jó szép eredmény. A kolonizálás is napirenden van, vagy még mindig ezek a szondák mennek, hogy mit tudunk kezdeni? Ez tulajdonképpen ennek a Mars meghódításának az előkészítése? Ez természetesen felderítés. A kolonizálás az, hát hogyha nevezzük annak, tehát az még odébb van, én azt gondolom, tehát a legóvatosabb becslések is a 30-as évek elejére teszik az első lehetséges emberes Mars repülést, és nagyon sok a kétely még ezzel kapcsolatban. Itt akár a sugárterhelésre lehet gondolni, hogy egy fél éves utat a mély űrben hogy bírnak ki az űrhajósok, milyen védelmet tud biztosítani az űrhajó. De Elon Muskot ismerve valamilyen megoldás előbb-utóbb itt is születni fog. Oké, a Holdra szállást, az újbóli Holdra szállást, azt mikorra kell várni? Mert ott is ugye volt mozgolódás, ott is nagyívű elképzelések voltak, talán beszéltünk arról, hogy ott is egy ilyen űrállomás, egy állandó, nem is űrállomás, hanem egy ilyen állomást egy, szeretnének létesíteni, pont összefüggésben azzal, hogy a Marsra való eljutás egyszerűbb legyen. Ez hogy áll ez a Hold projekt? A Hold, Holdon is, hogy a Hold irányában is nagyon nyüzsgés. Nyilván, mint minden tevékenységet a járvány, itt is egy picit lassított a dolgokon, de ez nem túlságosan látszik jelen pillanatban. Talán két irányból közelíteném meg a dolgot. Az egyik az, hogy április 6-án egy elnöki rendeletben Trump újra hitet tett, ha szabad így fogalmazni, a Holdon lévő erőforrások gazdasági hasznosítása mellett is. Ez egy mindig egy kardinális kérdés, hogy mit csinálunk az ott lévő erőforrásokkal. Abban mindenki egyetért, hogy ahhoz, hogy fenntartható jelenlétet tudjunk létrehozni a Holdon, ahhoz szükséges megnézni, és kötelező megnézni, hogy mit tudunk hasznosítani az ott lévő nyersanyagokból, vagy erőforrásokból. Nyilvánvaló a napelemmel való energianyerés, az egyértelmű, de sok minden más is van ott, és itt van azért egy elég nagy jogi vita, ez most egy kicsit felparázslott, hiszen az USA még egyszer bejelentette erre az igényét, ezt sokan vitatják, hogy ez jogilag megengedhető vagy sem a jelenleg fennálló érvényes világűrt érintő szerződések kapcsán, és az USA bedobta az úgynevezett Artemis Accords, Artemis megegyezések koncepcióját, ez egy új szerződés tervezet, ha úgy tetszik, amely pontosan ezekben az irányokban egészíteni ki, vagy vinni új utakra
a jogi kérdéseket, és ezt első körben bilaterális egyezményekkel szeretnék elindítani, azzal a cél, hogy valamikor minél többen csatlakozzanak ehhez az elképzeléshez. Na de most ennek mi a lényege? Tehát, hogy felosztanák a hold felszínét, hogy ettől eddig az Egyesült Államoké, ettől eddig Oroszországi, ettől eddig kínaiaké? Pontosan arról van szó, hogy ugye az 1967-es űregyezmény azt mondja, hogy a világűrt A csak békés célokra lehet használni, és egyébként senkinek nincsen joga területeket kvázi foglalni és kitűzni oda az zászlót, hogy akkor ez az enyém most. És az Artemis Accords, vagy az Artemis megegyezési javaslatban sem erről van szó, hanem azt mondják, hogy lehet használni azok a dolgokat, és hogy egy biztonsági zónák létrehozására tesznek javaslatot. Ez egy picit hasonlít, amennyire én meg tudom ítélni, nem jogászként, az Antarktiszon levő dolgokra, de ugye itt már egy csomó kérdés felkerül, hogyha ott egy biztonsági zóna van, akkor ha valaki leszállt és épített egy bázist, vagy elkezd kutatni egy területen, akkor ez hogy fog kinézni? Tehát ez egy jelentős jogi, küzdelem lesz még a következő években. Hát épp azt akartam mondani, hogy az Antarktisz kapcsán is hallani, hogy akkor most meddig érnek el a földlemezek, mert hogy attól számolva, hogy az orosz területeknek a tenger alatti lába az meddig ér el, mert akkor onnantól még hány száz kilométer, meg fölolvad a jég, nem olvad fel, akkor az mennyibe befolyásolja ezt. Szóval igen, ez azért annyira nem megnyugtató, igen. Lesz itt bonyodalom még a Holdon is, illetve hát ha később eljutunk, akkor a Marson is nyilván, de ettől függetlenül a kutató expedíciók azok gőzerővel készülnek, és idén még, ha jól megy, akkor a kínaiak újabb holdszondája indulhat el, ami már mintavétellel fog jeleskedni, tehát vissza akarnak hozni anyagot a holdról. Ez ugye robotikusan eddig csak a szovjeteknek sikerült még anno a Luna szondákkal kétszer is, illetve hát, hogy az Apollo küldetések hoztak vissza. De ott humán erőforrás bevetés. Ott humán erőforrás is benne volt, ennek megfelelően mondjuk egy kicsit többet is hoztak vissza, de nyilván egy automata visszatérés az sem piskolta, tehát erre készülnek a kínaiak. India ugye tavaly nekifutott a holdnak, és kb. 2 kilométerre a felszín felett vesztették el az ellenőrzést a leszállóegység felett. Hát ugye elérték a holdat, csak nem egészen úgy, ahogy szerették volna, de idén újra próbálkoznak, maradnak a tervek, és jövőre pedig beindul a nagy forgalom, ha úgy tetszik. A NASA két szondával is indulna, az úgynevezett CLIPS, ez a magyar fordítás, talán úgy mondanám, hogy a kereskedelmi célú holdi szállítások programjának a keretében az Astrobotic csapata vagy cége indít egy egységet, amin szeretne a puli is ott lenni, ha ezt így betolhatnám. Ha nem is hogyne, mert azt nem tudjuk sajnos. Nagyon fontos, kérdeztük volna, hogy térjünk akkor röviden vissza rá, jó? Csak egy kicsit hadd soroljam föl, mert tényleg hosszú a lista a következő évekre. Az Astrobotic mellett az Intuitive Machines nevű szintén amerikai szonda indul körülbelül az utolsó negyedében, 21 utolsó negyedévében. Az Astrobotic is akkora tervezi, és a szovjet Luna 25 is akkor indulna, amiben az ÉZÁ-nak is van egy kis szerepe. Tehát eléggé nagy a nyüzsgés már csak jövőre is. 22-re van minimum egy indítás tervezve, ez a Marston System, szintén ebben az amerikai CLIPS program keretében, ahol már holdjárót is vinnének, egy kisebbet, ami véletlenül éppen az Astrobotic-nak a fejlesztése, és nem régen jelentették be az újabb nagydobást, 23-ra tervezik, a Viper nevű nagy NASA robotnak a holdra indítását. Ez egy körben golf autónyi kis rover, ami vizet fog keresni, vízjeget fog keresni elsősorban a holdon, és ezt is az Astrobotic fogja felvinni. Tehát ha szabad mondanom, mi úgy érezzük, hogy nagyon jól óra tettünk, amikor az Astrobotic-kal 2014-ben elkezdtük a munkát, és velük szeretnénk menni a holdra. Tehát a nyüzsgés az nagy, és a kérdés elejére visszatérve, az emberes leszállás még mindig 24-re tervezik, bár itt azért sok a kételyhő, ez meg is valósítható addigra. Hogy áll az európai űrügynökség, illetve azon belül mi magyarok ezeken a projekteken? Rajta vagyunk-e, ott leszünk-e a Marson, ott leszünk-e a holdon? A hold felé az űrügynökség, az európai űrügynökség kicsit lassan mozdul ezekben a témákban, bár éppen nemrég jött ki egy nagyobb pályázati felhívás az európai logisztikai leszállóegységre. Ez egy kb. 1,5 tonna hasznos terhet tud
vagy remél majd a Holdra szállítani, de ez 26-27 előtt nem fog elindulni, de a munkálatok megindulnak, és ebben hát minden ország a részletagja részt vehet valamilyen szinten a pályázatokban, hogy részegységeket vagy műszereket tudjon vinni, de ez még mindig nagyon az elején van. Ahogy mondtam, az ÉZA benne van a Luna 25-ben, és ugyanúgy benne vannak a Luna 26-27-es programokban is az oroszokkal együtt, tehát van egy együttműködés, és az ÉZA is dolgozik azon, hogy az amerikai küldetések partnereként ott legyenek. Például az emberes Artemis 1 vagy 2-nek elnevezett utakon az űrhajó kiszolgáló egységét, például az Orion kiszolgáló egységét az európaiak gyártják, tehát eléggé masszívan ott vannak ezen a területen is, de mi úgy érezzük, hogy nem csak én, hanem többen itt így a kollégák közül kicsit lassan mozdul az Európai Ügynökség ebben az irányban, de ott van és dolgozik rajta. Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, nagyon érdekes volt, mint mindig, úgyhogy vissza-vissza térünk erre a területre. Köszönjük szépen még egyszer. Én köszönöm, és hogyha szabad még mondani, van egy űrbiznisz.blog.hu, ahol akit érdekel, az Artemis egyezmény, hogy mondjam, körüli viharokról lehet olvasni, úgyhogy meg sok minden más. űrbiznisz.hu? űrbiznisz.blog.hu. .blog.hu, aha, oké, okay, szuper, köszönjük szépen. Is. Köszönjük szépen. Én köszönöm, minden jót. Viszont hallásra. Dr. Paher Tiborral, a Pulispace alapítójával, igazgatójával beszélgettünk arról, hogy mikor megyünk már a Holdra, és mikor megyünk már a Marsra. Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Minden